Sziasztok! Ma április 21. szerda van, és ma el akartam menni a Pepco-ba, és el is mentem, és mivel Solymáron van ez a Pepco, ezért még beugrottam ott a környező boltokba, voltam a Spárba, akkor voltam ott egy Patikába, egy DM-be, meg volt ott egy kínai bolt is, úgyhogy ezt gyorsan mind végigjártam. Úgyhogy elmondom, miket vettem. Most legelőször a mindent mutatok, ami nem a Pepco, és a Pepco az a legvégén jön, mert az a legnagyobb zacsi, és most akkor nem akarom azzal itt elfoglalni az összes helyet. Úgyhogy mondjuk nagyon sokat gondoltam már arra, hogy mindig fogok magammal vinni ugye szatyrot, hogy ne kelljen vásároljak ilyen hülye nylonokat, de most megint csak egyet vittem magammal, ezt az egyet, de hát ez így kevés lett volna, úgyhogy kénytelen voltam venni, vagyis még ez is nálam volt, ez a fehér nylon, de a Spárban, meg a Pepco-ban ott muszáj volt, mert nem tudtam volna normálisan elpakolni. Úgyhogy akkor mutatom, hogy mit vettem a Spárba. Vettem egy ilyen vaníliás fehérjeport, mert vészesen fogy a turbódiéta, de igazából ez mondjuk abból a szempontból jó, ez a vanília ízű fehérjepor, hogy nincsen benne cukor. Tehát ilyen minimális szénhidrát van, amelyből, hát akkor ez valószínűleg ez ilyen gyümölcs, cukor, egy csomó minden van benne, ilyen hasznos dolog. Italpor, fehérjékben gazdag ital elkészítéséhez 9 vitaminnal és magnéziummal, édesítőszerrel, úgyhogy hát ezt úgy kell elkészíteni, hogy egy adaghoz 30 g, kb. 3 pupozott evőkanál fehérjeport kell belekeverni. Úgyhogy ezt lehet vízzel is, meg hát tejjel is kinek, hogy adódik. Úgyhogy ilyet én már egyszer ittam, úgy emlékszem, és meg voltam vele elégedve, úgyhogy most ezen felbuzdulva vettem egy ilyet, akkor vettem a Móriczkának ilyen finomságokat, mert ezek is mind ilyen krémes cica kaják, mert ezt ugye jól meg tudja enni. Most elég jó állapotban van egyébként a Móriczka, mindent megeszik, úgyhogy jó ez a kis bogyó, amit itt a közeli állatorvos adott nekünk. Akkor vettem még neki egy ilyen, ez is valami multivitamin paszta, ez is cicáknak való, így néz ki, ebből is szoktam az ujjamra nyomni, így a mutató ujjamra, és akkor azt ő lenyalja a Móricz. Mert a tárkájából is csak úgy olvastam, hogy az olyan személyesebb, hogyha a kézből etetjük az állatainkat. A Bobit is szoktam egyébként kézből etetni, és akkor itt is van egy ilyen cicás, ilyen kis vitamin. Pontosan, mindjárt megnézem, hogy ez micsoda, de úgy láttam, hogy ez is valami vitamin. Szárnyas krém majorannával macskák részére. Tehát ez egy szárnyas krém macskák részére. Igen, és akkor vettem még a kávéfőzőbe ebbe is, meg ebbe is ilyen tisztítót, ilyen citromos. Múltkor is már kiírta a gépünk, ez a nagy kávéfőző, hogy ki kell az egészet tisztítani, csak akkor már elfogyott. Úgyhogy legközelebb kiírja, akkor majd ezzel fogjuk. Ilyet még nem használtam, nem tudok erről nyilatkozni, de szerintem biztos, hogy jó, mert a DM-nek jók ezek a tucai. És akkor még a végére vettem egy pár ilyen helyes dolgot. Essence, ez egy ilyen mattos, mi ez? Melegbarna árnyalatú, ilyen korrektor.
korrektor, ilyen vízálló. Vízálló. Hát reméljük, hogy tatu korrektor, az nem tetoválás védő. Hát mondjuk tetoválásom nincs, de azért biztos akkor jó a bőrömre, hogyha valami hiba lesz rajta. Akkor vettem még egy ilyen Alverde fekete szemkihúzót, ilyen spirálosat, igen, ilyen tekerős végűt. Vigyázni kell, mert fogtam ott egy másikat is, és annak még rózsaszín volt a belseje, annak ellenére, hogy a külseje fekete volt. Ez érdekes, és akkor vettem még egy ilyen rúst. Ez egy Perfect Matt 300-as sí. Ez egy ilyen szín, ilyen elég jó színe van neki. Szép színű. Mondjuk most ilyen, volt egy ilyen babarózsaszín, és akkor arra rákentem egy ilyen sötétebbet, közben ittam egy kávét, és még fogat is mostam, úgyhogy nem is csodálom, hogyha alig látszik valami. Na szóval ezek voltak a DM-ből. Aztán bementem, ugye ott van egy kínai bolt, oda is bementem, vettem egy ilyen helyes Superstar Dog, ez egy ilyen vászon szatyor. Ha lenne időm, akkor én is gyártanék, de annyira nincs idő, pedig van anyagom is, meg ugye varrógép is van, de nem is olyan bonyolult, mert igazából ugye két nézetet kéne össze varni, meg fületet rá. Ez nagyon aranyos. És ez olyan hosszú a válla, nem olyan hosszú. Azt hittem, hogy a vállamra is tudom akasztani, de ez nem olyan hosszú. De a kutya rajta nagyon éri. Igen, akkor... vettem két ilyen számgyertyát, mert a fiacskám, a kisebbik, nem sokára 24 éves lesz, majd a következő hónapban, úgyhogy majd fogok sütni neki valami finom tortát, persze nem cukrosat, még véletlenül se, de ezt már megvettem, mert a múltkor aztán, amikor a férjemnek volt a szülinapja, akkor már nem kaptam sehol olyan számos gyertyát. Akkor vettem egy ilyen vadász csoki, de ezt már közben megettem, ez nagyon finom volt. Akkor vettem a fürdőszobába egy ilyen levendula illatosítót, vagy levendula illatú illatosítót, és vettem még ide a konyhába egy mérőszalagot, mert az állandóan eltűnik nekünk a mérőszalag, tehát ez egy viszonylag ilyen jó minőségű mérőszalag. 5 méteres, tehát még jó hosszú is van ilyen csuklóra, tehát ilyen kis bizpassz rajta, ez is jó. És akkor még vettem ott egy ilyen pirosító szett, matt kolor, négy színű, ilyen szép színek vannak benne. Na ez volt a kínai bolt, és akkor megmutatom, mit vettem a Spárba. Vettem 2 ilyet, amiből már az egyiket megettük vacsorára. Sült csirke volt már megint a vacsora, és hozzá ilyen salátát ettünk. A férjem evett hozzá egy pici rizst is, én most nem ettem rizst hozzá, mert most figyelni kell. Vettem egy uborkát, ennek nagyon jó ára volt, 130 forint volt a Spárba. Ennek nagyon jó ára volt, akkor vettem egy pritamint, az viszont jó drága volt, 1300 kilója, és 250 forint volt ez a viszonylag kicsike pritamin. Tehát azért ez jó sok, olyan egekben vannak rendesen az árak. Akkor mit vettem még? Ja, vettem egy kevéske banánt, mert azt még a múlt hétről, mikor voltam az Osamban, akkor vettük, vagyis vettem, de az már elfogyott teljesen, tehát ez így vettem ennyi banánt, nagyon szép volt. Igen, és na nézzük még, mit vettem. Vettem 2 narancsot,
Ennek is jó ára volt, ez mennyi volt? 200-300 forint volt kilója, és vettem két ilyen nagyon szép narancsot, ezt most este meg is fogjuk enni. Nagyon, nagyon szép ilyen kemény a héja, tehát nem ilyen pöttyet, puha. Igen, és akkor vettem még egy Norbi pudingot, mert az is ugye elfogyott már a múlt hét óta. Akkor vettem a férjemnek egy ilyen csokit, szegényke már alig van neki, sőt, szerintem már nincs is, úgyhogy ezt ma még megkapja, még most este, és akkor vettem ilyen sima pulyka tonfilét, elég sokat, ugye ebből valószínűleg csinálok egy finom pörköltöt. Ennek kilója mennyi volt? 1049 forint kilója, ez 2069 forint volt, ez a sok húsi pulyka comb ki van filézve. Nagyon szép húsi pulyka comb filé. Igen, ezt vettem a Spárba, na ott vettem egy ilyen zacskot, mondjuk ez lebomló, azért annyi, legalább annyi jó van benne, hogy lebomló. És ott van egy patika, ott vettem egy Q10 vitamint, mert ami nekem volt, az ilyen béres Q10, abban 30 darab volt, de az már elfogyott, és ott mutatott a hölgy egy olyat, hogy 30 darab volt benne, és valami 4500 forint, hú, mondom, az nem jó, azért ennyit nem adok érte, úgyhogy most lett egy ilyenem, hát remélem, hogy ez... Ebben van még plusz E-vitamin is, úgyhogy ez, hát ez étrend kiegészítő. A Q10 a sejtekben, különösen azok hol? Mitokondriumában található anyag, termelődése az életkor előre haladtával csökkenhet. Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Úgyhogy ilyen szuper védelmi intézkedéseket tettem a stressz ellen. Annál is inkább most már elég izgulok, mert pénteken lesz a második oltásunk, orosz vakcina a második. Hát remélem nem leszek rosszul, meg nem leszek lázas. Le is fogom mondani a vasárnapi kutya iskolát, mert vasárnapra is beregisztráltam reggel, de lehet, hogy pont akkorra leszek rosszul. Hát nem tudom. Na, akkor mutatom, miket vettem a Pepco-ba. Itt van egy ilyen érdekes fogas, aminek nagyon sok ilyen kis akasztója van. Hát erre például kis sálakat, meg öveket lehet rárakni. Tök jó. Vagy esetleg még láncokat is. Vagy még azokat a virtuális túrákon szerzett érmeimet is rá lehetne rakni. Mondjuk ahhoz még többet kéne menni. Na, ez volt az egyik. Akkor vettem egy ilyen nagyon szép lila színű pólót. Ez is jó lesz majd így kertezni. Ilyen szép színe van. Nagyon helyes kis pólócska. Akkor vettem egy ilyen kis blúzocskát is. Ez is ilyen virágmintás. Ilyen virágmintás. Hát lehet, hogy egy kicsit nagymama mintás, de igazából kis vidám. Világos virágok vannak rajta. Ahogy látom, elég gyűrődős anyagból van. Akkor vettem egy ilyen kis édi rózsaszín kis papucsot. Jó puha. Hát így a kádból kiszállni, vagy ott az emeleten mászkálni, mert itt alulra nem venném föl a kutya miatt, a sok kutyaszőr miatt. Akkor vettem egy ilyen kis tokot. Van nekem hagyományos fülhallgatóm, amit nem kell tölteni, és a mostani tartónak elromlott a cipzára, úgyhogy ez pont jó, bele fog férni. Akkor vettem egy ilyen jó kis konyhai cuccot, ilyen szilikonos
hogy hívják ezt, ilyen alap, ami be van számozva, tehát ilyen méretes dolgok vannak rajta, hogy mekkora legyen a torta, tehát segít a tésztán kinyújtásában. Az a baj, hogy most kéne nekem egy olló, mindjárt jövök. Na, már meg is van. Igen. És levágjuk. Ugye megnézem, hogy néz ki, de úgy érzem, hogy ez egy ilyen jó nagy darab. Jól lehet rajta nyújtani. Ó, hát ez remek. Igen, ezt egy kicsit azért jobban ki kell majd nyújtani, mert nagyon össze volt tekerve, és elég világos is. Tehát jobb lett volna, ha mondjuk olyan világos kék, ilyen szilikonos nyújtóim vannak, de hát ez tök jó, ilyen pizzára igazából. Ott vannak ilyen méretek, centik is, úgyhogy lehet tortát, bármit, amit így nyújtani kell. Ilyen jól néz ki. Fehér, rózsaszínon fehér. És végül is jó hozzáragadni ehhez, ahogy nézem. Igen, tehát ezt vettem. Aztán vettem egy jó nagy labort is. És nézzétek, milyen jó pofa labor, hogy van ilyen kiöntője is. Például amikor veszek egy anyagot így nyáron, azokat ugye mindig be kell avatni, hogy mosásnál nehogy összemenjen, és akkor olyan tök jó, hogy majd ki lehet önteni a vizet belőle, mert van neki egy nyílás. Mondjuk a színe elég csúnya, de hasznos. Ez volt most a Pepkóba, 600 forint, az nagyon jó ár, 600 forint. Olyan drágáira adják ezeket a lavórokat egyébként. Akkor vettem két bugyit, de azt hittem fogom mutogatni, ilyen világos kék kis csipkés bugyet. Akkor vettem konyharuhát 750 forintért. Mennyi van ebbe? Kettő? Igen, kettő. Van egy kisebb, meg egy ilyen nagyobb. Ilyen kis, nagyon helyes színe van, 750 forint volt. Szép színe van, szürke és fehér. Milyen jól megy a szürke, meg a fehér, meg a rózsaszín. Na, akkor vettem egy ilyen kefét, mert a másik már annyira el van kopva, hogy őrület. És tök jó van rajta, ilyen karistoló, hogyha mondjuk akarnám a serpenyőt így tisztogatni, van a végén egy ilyen, amivel így lehet kapargatni az odaégett dolgokat. Sőt, ilyen öntapadós, oda lehet nyomni, puf, a csempéhez. 230 forint, és ez is ugyanez a ronda zöld szín. De hát úgy látszik, hogy most ilyen festék volt, és még a kefe végén is van ilyen zöld szín. Na, közben itt a Móriczka érdeklődik. Akkor, ezt remélem nem törtem össze, de nem, jó van. Vettem egy ilyen teás, ilyen kis kancsót, és ez azért jó, mert van benne hely, hogy belerakjak teát, például ezt a finom áfonya teát ide bele tudom rakni, leöntöm forró vízzel, és akkor áll benne, és akkor nem kell itt szeregetni. Úgyhogy a múltkor, amit vettem az Ossamba egyébként, egy tea, vagyis egy ilyen kancsó volt, olyan helyes kis pasztel színe volt, és ahogy így öntöttem, eltörött az egész, letörött róla, és itt a forró vízit ráöntött a lábamra, meg mindenhova, úgyhogy ezzel majd nagyon óvatosan fogok bánni. Jól rá is lehet szorítani. Úgy. Igen. Lehet önteni is. És jó kis kézre álló. Igen. Két személynek bőven elég. Na, akkor itt még vettem egy pár ilyen kis porcelánokat. Meg ilyen kis tartókat. Na, nézzük ezek még. Hát ilyen tulajdonképpen ilyen szemceruzáknak egy ilyen tartóink, szép kis mintája van neki. Ez is a teteje, ez volt mennyi? 300 forint. Tehát ez se került a drágába. Ez is ilyen kis tartó 230-ért. Ilyen kerámia valami, mondjuk itt megvan egy kicsit sérülve, de mindegy. Aztán itt volt egy gyertya, ennek nagyon jó illata van, Magic Garden, ilyen szép, és az illata nagyon kellemes.
Persze megillatoztam. Mint a frissen mosott ruha. Nagyon szép. Egy kanócos egyébként. Láttam ott két kanócos gyertyákat is. És akkor vettem még ilyen kis tartókat. Ez 300 forint volt. Vettem belőle hármat. Sok kis sminkes cuccnak a helyes tárolására. Ez pont jó lesz. Mert most már azt is meg kell csinálni, hogy már tényleg nincs mese. És akkor itt van még egy ilyen szintén Magic Garden ilyen illatosító. Biztos jó illata van ennek is. Ott vannak belül, ott hátul neki azok a kis pálcikák, amiket bele kell dugni, hogy illatosak legyenek, és akkor vettem még, azt mondja, ilyen kis kéz, illetve arctörlőt, rózsaszín, meg ilyen tojás színben. Ennek is kedvel, 300 forint volt. Hát remélem, hogy nem fog bebolyhosodni nagyon, és akkor vettem még egy ilyen rövid kis bokazoknit, ez pedig 680 forintért 5 darab van benne, 5 darab, és van benne sötét szürke, sötét rózsaszín, világos szürke, világos rózsaszín, meg fehér. Tehát ez ilyen nagyon kis helyes. Úgyhogy ezeket vettem, és ma voltunk még a Bobival a kutyafuttatón, még mentünk vele 5 kilométert, és utána, ja, azt nem is mondtam, hogy tegnap láttam az első után egy gyönyörű szép szivárványt, illetve kettőt, és jó erősen lehetett látni, az nagyon tetszett, úgyhogy ezek voltak mára, és most fogok majd elpakolni, utána pedig összehajtogatom a rengeteg ruhát, ami összegyűlt, és keresek filmet közbe. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra. Legutóbb most fölraktam egy telki sétát. Ott nagyon jól éreztük magunkat, de akkor még nagyon hideg volt, mert az április, azt hiszem másodikán volt, talán azt hiszem akkor voltunk, és akkor pont akkor kaptam meg az első részét. Úgyhogy akkor jó éjszakát, sziasztok! Ja, és a Spárba még vettem egy ilyen jó kis szénhidrát csökkentett sütőkeveréket is. Fehérjékben gazdag, piskóta és édes süteménytészta készítéséhez. Elég jók az értékei is, jó sok fehérje van benne. Úgyhogy 30%-kal kevesebb szénhidrát. Nem is tudtam, hogy van ilyen termék. Diadag. Tök jó. Na, úgyhogy ez is van. Újabb vacsi, sült csirke és saláta. Na, itt van ez a finom saláta, ez is van. Ebből kettő van. Thank you.
Nézd, szépek ezek a virágok, Bobika. Ez ne felejtsd. Jaj, de szép. Gyere. Yeah. Yes.